És igen, így sem esik le róla, látod? Kipicsünk egy mellett, jó? Sziasztok! Zentével és Borisszal most kibontjuk a Buildmaster kreatív asztalt. Tartsatok velünk! Ez olyan, mint egy karácsonyi ajándék. Még várjál, mert még vágok. Húz! Húz! Várjál, van még benne valami. Tudom. Vagyis én sejtem, de majd... Lassz a lábad. Igen, szerintem is. Tessék! Nem baseball ütő. Né. Szuper, na és ez mi lehet, mert én már sejtem. Te sejted, Zente? Kis legó is van, meg a dupló is. Szerintem ez duplós. Ez a része. Na nézzük. Tegyük fel a lábait. Mit szóltok? Jó. Zente, van ötleted? Nem, látok el. Én is. Betesszük a lábait. Itt vannak a kisebb lábak, mert hogy ez állíthatós. Tehát, hogyha nagyobb lesz a gyerkőc, akkor is lehet majd használni. Azta! És igen, ez úgy néz ki, mint egy széktámla, de az is valószínűleg, mert hogy van hozzá. Szék, és annak a lábát is megtaláltuk. Van hozzá egy ilyen sima asztalfelület is, ezen szerintem tök jól lehet gyurmázni, meg akár rajzolni is. És itt ezen van a legós rész. Nézzük meg, miket rejtett még a doboz. Ez egy filctól. Mert hogyha megfordítjuk... Igen. Meg ez ilyen lekerekített is, úgyhogy ilyen szuper biztonságos. És erre lehet rajzolni. Van benne egy ilyen filcanyag, ilyen kerek, és ezt rá lehet ragasztani az asztal lábaira, és akkor nem tud elcsúszkálni az asztal, csúszásgátlós lesz. Úgyhogy teljesen stabil lesz. Meg a széknek a lábára is lehet. És megtaláltam a széknek a lábait is. Mindjárt le tudunk ülni hozzá. Meg van hozzá egy 4 darab ilyen tárolódoboz, és föl lehet őket akasztani az asztal szélére. Hát ezt. Hopp, egyik. Ebbe tetted a filctolat, nézd. Boris. Tessék! De előbb le kell tenni. Sőt, ebbe fogjuk önteni a legót, mit szóltok? Ebbe, jó? Jó. Ide teszek még egyet. Miért? Mert 3 így. Ebbe bármit lehet tenni. Sőt, ez az asztal olyan, hogy nézd, hogyha ezt itt kivesszük. Akkor. Jó, belerakom stabilan. Akkor ebbe a részébe lehet önteni vizet, vagy lehet tenni homokot kintre, és lehet benne homokozni. Vagy hogyha víz van benne, akkor vizes játékokat játszani, kacsázni. Ki tud menni a legó? Na igen, azt meg kell keresni, hogy azt ott mivel tudjuk befedni. Biztos, hogy be lehet fedni, mert különben kicsorog belül a víz. Vagy a legó. Vagy a homok, vagy a legó. Ide bújtsuk ki az egyikbe, jó? Jó. Én leülök, az biztos. Na, hol a másik székláb? Nyomjon! Megnézzétek, volt hozzá, van hozzá legó csomag is. 500 darabos, azt írtam. Lehet ellenőrizni is. Megszámoljuk. Zente markol. Oda raksz? Még megszórlak kicsit titeket. És közben megtaláltuk ezt a kis dugaszt is, ez való idealukba zent, amit mutattál, hogy de ott kifolyik a víz, hát így már nem folyik ki a víz, ez egy ilyen gumis.
egy jó erősen bele kell nyomni, de cserébe ez nem jön le, az biztos, hogyha építünk egy várat. Mi? Aztán egy várat, akkor azt nem fogják ám pikpak lerombolni, senki se. Építünk egy várat, jó? Na, van az ilyen szuper Lego kiszedő, felszedő szuper eszköz. Te ismered, Zente? Nem. Ki lehet vele pattintani. Még én is mosatnám össze, hogy így alá mész valahogy. Ó, oh, megnézd csak! Megszereztük. Haha! Zentének és Borisnak pont jó ez az asztalméret, viszont a mamiz arra is gondolt, hogyha nagyobbak lesznek a gyerekek, akkor van hozzá egy ilyen szuper asztalmagasító, amit ide tudtok beilleszteni. Picit megemelem az asztalt, erre tudjátok ráilleszteni, és így még nagyobb lesz majd ez az asztal. Így. Ne, ki fog ezt kérdezni? Mindjárt! Ez a szuper leszedő, le fog esni. Alapból a csomagban jár egy szék. Jene! De hogyha szeretnétek, mert látjátok, most Boris állva maradt, akkor tudtok hozzávenni még egy kis széket, vagy akár egy harmadikat, negyediket, és kényelmesen elférnek. Összerakjuk neked a széket, leülsz? Ja. Összerakom. Egyik láb, másik láb. Lehet, hogy nem legófeszedő, hanem légy. Még annak is lehet használni. Nagyon kreatív. Mert így fölmennek egy így. Igen. Most már csak figura kell. Igen, figura. Hova lett a másik láb? Itt van. Jó, hogy három lábú széked legyen. Így is lehet. Így kéred, vagy támlával? Támlával. Jó, támlával. Jaj, nem lett csücs. Az a jó, hogy ebben az asztalban, hogy nagyon erősen rá kell nyomni a legót, és hogy ez nagyon jó azért, mert hogy erősen ott is marad. Tehát, hogy egy nagyon jó várat tudunk így például építeni Zentével. Ezt senki nem rombolja le. Látod, oda néz. És a leszedésnél meg még jó, hogy van ilyen leszedő, amit most Boris fog, és akkor azzal könnyen le tudjuk szedni, mert olyan erősen oda ragad, oda tapad, oda illeszkedik, hogy kézzel nehéz felszedni, de azzal a felszedő szuper eszközzel, azzal pedig könnyű, viszont. Kérem egy kicsit a szuper eszköz. Na, mutasd be, Zente. A szuper eszköz. Wow! És nem, még nézzük a másik oldalát, ezt a részét. Csak előbb teszteljük, megnézzük, hogy ez a Lego, ami nagyon erősen illeszkedik, ugye nagyon erősen rajta maradt, az így fejjel lefelé is rajta marad-e. És igen, így sem esik le róla, látod? Nem esik le, stabilan tartja, úgyhogy megmaradt a várunk. Zente, hurrá! De csak ezzel lehet. Csak azzal lehet leszedni. Így nem. És hogyha ezt megfordítjátok, akkor ez a másik felület, ezen lehet rajzolni, színezni, van hozzá ilyen toll is, de gyúrmázni is. Nekem azért is nagyon tetszik, mert nem kell otthon külön lefedni az ebédlőasztalt, vagy bármilyen asztalt, hogy ne menjen bele a gyúrma maradék, hanem ezen lehet gyúrmázni, akár ki is lehet tolni a konyhába, vagy az étkezőbe addig. Ha tetszett a videó, akkor nyomj rá egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, kattints a csengőre, hogy nehogy lemaradj a legújabb videóinkról, és tarts velünk a következő videóban is!